Szeretettel köszöntöm én is Önöket újra. Örülök, hogy ilyen jól kitartanak, és veszik hétről hétre a bibliai könyveket. Hát megpróbálom, én is azt szeretem nézni, amit Önök, de hát ez a technika, ez mindig közbeszól az elképzeléseimhez. Az egy kicsit kicsi lesz. Itt elég, az elején hoznék egy pár adatot magáról a könyvről, és nem bánnám, ha én is látnám ezeket. Ugye a példabeszédek könyve, biztosan sokan elmondták már, hogy a Biblia nagy részt három részből áll, legalábbis az Ószövetséget, ha vesszük, a Mózes ott törvénykönyve, a törvények, és a proféták írásai, a nagy és kis profétákkal, illetve vannak ezek a költői művek, mint a Zsoltárok, és ezek közé tartozik a példabeszédek könyve is. Az egyik ilyen könyv, amit ma egy kicsit megnéznénk. Először elmondom, amit el kell mondani ilyenkor. Hát ugye az elnevezése, talán erről van itt dia, ugye? A héber mással gyökből, ami egy hasonlító szó, igazából olyan, mint jelentéssel. Valami olyan, mint ez. Hogy miért így és miért pont ez lett a héber neve, az is nagyon érdekes. Ha pszichológus vagy egy pedagógus nézi meg, és elemezi egy kicsit a tanulás és a megismerés, az ember megismerésének a fogalmát, akkor az analógiák, az összehasonlítások, a különbségtételek alapján megállapíthatja, vagy megállapítja, hogy ez milyen fontos az ember tanulási folyamata során. De itt másról is van szó, nem csak pedagógiáról, hanem ugye művészetről is és költészetről. A könyvet több nyelvre lefordították, mindjárt az Ószövetség idején is, ugye hát az izraeli időkben, először görög nyelvre, a Septuaginta során, akkor ezt a nevet kapta, hogy peromiai, ez a párhuzamok, lehetne fordítani, illetve proverbium, későbbi latin elnevezése, pro, az elő, verbi, ugye az igen mondás, előre mondásnak is lehetne fogalmazni ezeket a mondatokat, illetve kijelentéseket, amik ebbe a könyvben vannak, amik közmondások, versek, etikai bölcsességek, így lehetne leírni ezeket. Maga a könyv, ugye a Salamoné, a mássálok, amelyek a Salamonéi, tehát a Salamon idejére teszi, Salamonról, hát mit hallunk? Sok mindent. A történész szemével nehezebb beszélni róla, mert olyan időkre nyúlnak vissza, olyan történelmi időkre nyúlik vissza az ő élete és az uralkodása, amiket nehezen lehet követni. Bár vannak leletek, amelyek alapján egyértelműen kimutatható az ő létezése, ugyanakkor elhelyezni ezen a liberális történelmi idővonalon, megint egy másik kérdés. De mondjuk nem kell ennyire messzi menni az időkbe, hogy ilyen nehézségekbe ütközzünk, tehát a Budavár felszabadításától kezdve, tehát már a mi történelmünkben is elég nehéz felfedezni, meg ráismerni, meg pontosan datálni dolgokat, hogy mikor tört ki, mikor ért véget, hogy is történt ez. Főleg akkor, amikor emberi életekről van szó, és mi fogalmazzuk meg a saját életünket, amire
hogyan emlékszünk, és a realitással milyen viszonyban van, aztán hogy lesz ebből örökség, külön érdekes kérdések. Minden esetre Salamonról annyit tudunk, hogyha bibliai forrásokból indulunk ki, hogy ő Izrael államának, amikor királyság volt, a harmadik királya. Az első Saul, a második Dávid király, és Salamon az ő gyermeke Becsabétól, talán a történet jó ismert ezzel kapcsolatban, az ő házasságukból származik Salamon. Egy zölddel jelöltem a térképen ugye a mai izraeli területet, sárgával pedig azt azt a földrészt, vagy azt a területet, ami általában az írások izraeli résznek jelölnek, ugye Egyiptom patakjától az Eufráteszig, ez a citromsárga rész. Ez a két folyó közt erősíti meg a királyságot, vagy erősítik meg a királyok a királyságot, általában erről a területről beszélünk, vagy beszélnek, de van egy ilyen térképem is, ugye, hogy egy aranykori időket, hogyha veszünk, ezek a Dávid és Salamoni idők, hogy milyen messze nyúlnak az államközi, közigazgatási, kereskedelmi kapcsolatok azon a vidéken, az nagyjából ez a rózsaszín terület próbálja megmutatni. Más világ volt nyilván, mégis az előtte, tehát hogyha Izrael saját történetét nézzük, akkor annyit kellene elmondani erről az időről, hogy ugye a héber törzsek, vagy az Izrael törzsei a honfoglalás és a királyság kiépülése közt szétszórtan a városok között élnek, csak néhány város az övék, míg nem Saul és Dávid elfoglalja ezeket a városokat, birtokba veszi, és egységes közigazgatás, egységes uralmat hoz létre, elüldözve az ellenségeket, illetve kiépítve egy egységes közigazgatást a térségbe. És ezt meg is szilárdítja. Óriási haderő se feltétlenül zsoldos katonákba kell elképzelni, hanem a törzsi tagok, tehát mindenki hadköteles adott esetben, hogyha behívásra kerül, vagy hogyha a király kéri, akkor személyesen is részt kell venni a háborúban, illetve támogatni ellátással. Erre több példát látunk, hogyha olvassuk ezeket a királyokat, krónikákat, hogy mindenféle módon támogatják a nem csak fegyveresen, hanem a családok, az otthon maradottak, idősek, öregek, attól függen, hogy hol van éppen a háború, támogatják ezt a vállalkozást. Na most azzal, hogy megszirárdították ezt a birodalmat, elősegítették ezek a királyok a kultúra, az iskolák, most ezt a fogalmat használom, létrejöttét és elterjedését, megszilárdulását az építészettől kezdve a istentiszteleteken át olyan dolgok váltak lehetővé, amelyek korábban nem. És ennek egy példája, ez a példabeszédek könyve is. Egy kicsit itt, hát néhány szó ugye a történelmi háttérrel, készítettem egy ilyen vázlatot, és ott több mindent fognak ezzel kapcsolatban találni. Ott van egy kronológia is, ugye mi szerint Krisztus előtt 970 és 930 közötti időbe helyezi el Salamon király uralkodását. Egy másik biztos pontot tudunk, ugye a templom alapítás évét, ami
más könyvekből Nabukodonozár, ez az újbabiloni király uralomra jutásának az évét, közötti időt megjelölve, és azt az időpontot pedig már ismerjük a történelmi kronológiából, és így következtetnek vissza erre az időre, hogy itt ez az az idő, amikor ő uralkodik. Ugye kiterjeszti az ország határt, és amit elmondtunk, a templom, a kultúra, a kapcsolatépítés, politikai kora ez. Salamon nem vele kezdődött a bölcsesség irodalom, és a kiteljesedése sem az ő korára tehető. Hát ezzel csak annyit szeretnénk elmondani, hogy az, hogy ilyen bölcsességeket olvasgatunk, vagy ilyen hasonlító mondásokat, példabeszédeket, szentenciákat, így nagyjából három különböző műfajba tehetjük ezeket a mondásokat, ez a stílus, ezt nem ő találta föl. Ő annyiban különbözik a többitől, hogyha összehasonlítjuk más népek, más királyok, vagy más bölcselőknek a mondásaival, hogy ő okként és istenként, ugye, Jahvét jelöli meg. Az egyiptomiak, vagy az a vidék, egyiptomiak főleg, ők úgy fogalmazzák meg ezeket a mondásokat, hogy tulajdonképpen az ember a maga tetteinek a következményét, tehát egy ilyen naturalista módon veti el és aratja le, leginkább. Az isteneik is olyan értelemben, tehát fizikailag a nap, a hold és egyéb istenek. Szemben ugye a mezopotámiákkal, vagy ahhoz a kultúrához, ahol ott rengeteg isten van és általában harciasak, tehát ott elég véres a és ilyen politikai mondásokat olvashatunk. Most ez mind a kettőtől lényegesen különbözik, Salamon prédikátor könyve. Egyrészt, mert Jahvéről szól, és tehát mint a bölcsesség forrása is, és mind az igazságossága, mind amilyen elveket, illetve amilyen személyiségeket közvetít, ilyen jellemábrázolásokat olvasunk ki, élesen eltér leírásában ezektől a más bölcsesség irodalomban megjelenő alakoktól. Itt van az idézet, ugye mindjárt így kezdődik, hogy Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának példabeszédei. Hát maga a könyv is könyvben, ugye az első versben megjelenik Salamon. Igen, megtudhatjuk, hogy Salamon trónra lépése idején fogalmazza meg ezt az ő kérését, hogy amikor Isten megkérdezi, hogy mit szeretnél az uralkodáshoz, hogy ő bölcsességet kér. Bölcsességről egy kicsit fogunk beszélni, mert ugye ez a könyv kulcsfogalma is, de mielőtt rátérünk erről, nézzük meg még egy kicsit, hogy hogyan néz ki ez a könyv, milyen felosztása van. Azt lehet elmondani, hogy ez gyűjtemény maga a könyv is. Tehát bár úgy kezdődik, hogy a Salamoné, de mégis, ha megnézzük a fejezeteket, akkor van egy első, ha a bibliai számozást veszük alapul, akkor van egy az első fejezettől a 9. fejezetig tartó szakasz, illetve a 10-től a 22. fejezetig tartó szakasz. Ezek a szakaszok úgy egybefüggnek. A kezdetük és a végük is egy ilyen keretet jelöl ki, illetve az 5. itt a
kivetítésben a római 5-et, ha nézzük, akkor a 25-től 29-ig tartó szakaszok is külön-külön megjelenik, hogy ezek is Salamon mondásai. Tehát két nagyobb egységből áll ez a könyv, itt a 10. és a 22. közt, illetve a 25. és a 29. közt is. Ez egy nagyobb egység, két nagyobb egység, és ezek köré, ezek elé, ezek végé, és ezeknek a végére van összeszerkesztve az összes többi. Most nyilván Salamon megírta ezt valahogy, és aztán az idők során ezeket szerkesztették, egybeztették, valahogy így alakulhatott ez ki, egészen a babiloni fogság utánig. Azóta mondhatjuk azt, hogy a végső ilyen formát elnyerte, hogy azt most mi látjuk így egyben. Ez több biblia könyve előfordult. Vannak itt esetleg ezt ugye a szerzőséget kétségbe vonja, tehát sok mindenre adhat ez alapot. Szerintem nem különösebben kell ezzel foglalkoznunk. A tartalom és a más hivatkozások, ezek önmagáról beszélnek. Ugye még talán annyit, hogy az első az a bölcsesség ajánlása, az utolsó az a Derék asszony dicsérete című rész. Talán ezek ismertek. Olvasták már. Ajánlatos elolvasni. Én szerintem... hogy is mondjam, csak mivel rövidek, én szeretem példabeszédek könyvét. De lehet, hogy azért, mert ilyen nem tudom, ha mások szavait akarom kölcsönözni, akkor azért, mert hát ilyen elkölcs, hogy is mondjam, csak most mégsem akarom kölcsönözni ezt a szót, de én szeretek ilyenen vívódni és rágódni. Etikai beállítottságú vagyok. És szerintem, akinek ez tetszik, annak tetszeni fog ez a könyv. Tudom, hogy ma ez nem nagyon divat. Éppen, hát most tegnap elkezdtem keresni a fiamnak egy valami sorozatot, ami 10 éves, ami tanítja is, meg hát néha megnéznénk egy-egy filmet, ugye? És csak ezek, hát nincs olyan sok, és amikor tudnánk együtt szórakozni családilag, vagy kikapcsolódni, és hogy ezt ő is élvezze, és mi is. És gondoltam, keresek valami, hát ő szereti a kalózokat, most olyan dolgokat mondok, amik lehet más helyen próbáltam egy kalózossat keresni, hát valami, ami értéket is közvetít, hát elég nehéz kihívás, ezt én tudom. De az volt a lényeg, hogy hát találtam is egyet, amiből azt reméltem, hogy jó dolog fog kijönni, és hát sajnos arra következtetés jutott, hogy ezt így nem tudom neki beadni, mert az a helyzet, hogy olyan jellemábrázolásokat és történeteket mutat be, amelyek egyszerűen nem lehet beadni 10 éves fiatalnak. Nem lehet ezt a naturalista, most nem kritikát akarok mondani, de nem lehet egyszerűen olyan világot ábrázolni, amiben az emberek maguk felállítanak szabályokat, és a maguk erkölcseik, amik sokszínűek, és a maguk érdekeit, amik megint csak különbözőek, hogy mintha a világ az úgy nézne ki, hogy itt az ember cselekszik, minden nemű okozat, vagy ha van is okozat, akkor ez csak a mi világunkba terjed ki, nincsen ennek szélesebb kihadása. Szóval ez a naturalista zárt rendszer, ebben nagyon nehéz gondolkodni, és ezek a filmek általában ilyenek. Nem találok valami olyan filmet, ha valaki tud, hogy van valami olyasmi, mint a Ben Hur, tehát vagy nem is tudom, tehát ahol olyan jellemábrázolás van, amikor valaki legalább egy szereplő a filmben bizonyos erkölcsök mentén cselekszik, hozza meg a döntéseit, kockázatot vállal, és nem kell, hogy a végén győzön se, mert lehet egy áldozat is a vége, hogy meghal, hősi halált hal és kész,
és győz a rossz, mert ezt úgyis ezen lelkileg át tudunk lendülni, de legalább valamilyen cselekményt mutat be. Na és ha példabeszédeket olvasunk, és visszatérve magára a könyvre, ott ezt látjuk, én biztos, és szerintem aki olvas, mindenki ez fel fog neki tűnni, hogy az emberi cselekmények, az emberek döntései, az emberek viselkedése összefüggésben van, vagy inkább úgy mondjuk, hogy sokkal távolabbra mutat. Túlmutat az emberen. Vagy oda mutat, hogy az ember mögött, és nem csak egy ember, hanem a nemzetekről is szó van. Csoportokról van szó, foglalkozásokról van szó, uralomról van szó, politikáról van szó. Túlmutat az emberen a saját maga jelentősége és tettei és cselekedetei. A különböző helyzetekben milyen elvek mellett érdemes dönteni, vagy hogyan érdemes viszonyulni különböző személyekhez. Na, itt gyorsan most mielőtt nagyon elkalandozok, tehát vannak az irodalmi formák és kapcsolatok, ez az három fajta fő kijelentés mondás, a hasonlító mondás és a bölcsességi intés, ott van egy-egy példa. Ugye csupa hasonlítás és megkülönböztetés, illetve egy ilyen tehát ilyen lineáris, hogyha ezt csinálod, akkor ez lesz időbeli elhelyezése az aktusoknak és a tetteknek. A könyv tanítása és kulcsszava a bölcsesség. Na. Ha más iratokat is nézzünk, akkor 141-szer fordul elő ez a kifejezés, hogy bölcsesség. Jobbnál, itt, zsoltároknál, prédikátornál, és többször megfogalmazza azt, hogy a bölcsesség az Úr félelmével kezdődik. Most a Károl is kifejezést vesszük. Mi a bölcsesség? Ezt próbálnánk egy kicsit most átgondolni, és mi az, hogy az Úrnak félelmével kezdődik. Ez egy régies kifejezés, de ha ezzel a második véggel, vagy a második kifejezéssel akarnám kezdődni, akkor azt mondanám, hogy és ebből a kifejezésből is, ebből az összetett szóból csak a félelmet venném ki, akkor azt mondanám, hogy ez tulajdonképpen most a mai kifejezések közül a hit, a hittel hoznám párhuzamba, vagy a hitet tenném ide. Hogy a hittel kezdődik, azzal a hittel, ami azzal az Úrhoz kapcsolódik, akit itt ugye a héberek, vagy Salamon is Jahve Istenként ismer meg. Tehát ebbe az Istenbe vetett hit, a feje, vagy a kezdete, ezt is mondja. Na most, ha egy kicsit eltávolodunk az Úrtól, és most megpróbáljuk már, mint ettől az Istentől, akiről itt olvasunk, megpróbáljuk egy kicsit olyan ismeretelméleti módon megközelíteni ezt a kérdést, hogy mi köze van a hitnek a bölcsességhez, és a megismeréshez, meg általában a tudáshoz, akkor mit mondanánk, vagy mit kellene mondanunk? Én fölteszem a kérdést, de tudom, hogy ezzel nagyon sokakat sarokba lehet állítani, én is csak azért tudom, mert több, hát nap mint nap a főiskolán ez előkerül, és ezzel tudunk foglalkozni. Én is tudok, és ezért elő tudom ezt venni, hogy mi köze van a hitnek a tudáshoz. Hogy, és azért is vetettem elő ezt gyakran, vagy szeretném, ha most is ezt elővennénk, hogy észrevegyünk egy dolgot, hogy a tudásunk az a hittel kezdődik. Ezt észrevették? Vagy
Érthető ez, hogyha azt mondjuk, hogy tulajdonképpen minden tudásunk a hit. És hogy ez mit jelent? Ugye, hogy az ember, ha körbenéz a világban, ahol él, ugye arról alkott egy képet magának a fejébe. Minden, a gyerek. Mikor elkezd nőni, mi is. Alkottunk egymásról egy képet, az Istenről egy képet, magunkról egy képet. De ez a kép a fejünkben van. Ez a kép, ami a fejünkben van, ez nem ugyanaz, ami rajtunk kívül van, a valóságban is mozog. És erről az egészről is elkezdünk kombinálni. És ez a kép, ami bennünk van, ha megegyezik azzal, ami körülöttünk van, akkor azt mondhatjuk, hogy a kép, ami bennünk van, és ami megfogalmazódik szavakban, állításokban, és a valóság közt van egy viszony. Ha ez a két dolog megegyezik, akkor igaz, igazak az állítások, igaz képen van a valóságról. Arról a szeméről, aki létezik rajtam kívül. Én az Istvánt ismerem valamilyen módon. Tehát a tetteit is, és hogy ez mennyire van összhangban a valósággal, most őt veszem példának, mert így jobban merem. Na, de hogy mennyire van összhangban a valóság? Ha összhangban van, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a kép igaz. És az Istennel kapcsolatos képem is, vagy minden embernek így alkotja a képét az Istenről. Aztán sok minden befolyásolja ezt a képet menet közben, de az a lényeg, hogy a kép, ami bennem van, és a valóság, a való dolog közt legyen azonosság. Ez a cél. Önmagamban. Hogy igaz legyen a bennem lévő kép. De hogy ne legyen csak ennyire egyszerű ez a bölcsesség kérdése, meg a világ se ennyire egyszerű, a világ nagyon összetett. A kereszténység se egy egyszerű vallás, én most ilyeneket mondom. Ha nagyon egyszerű lenne, akkor nem lenne igaz. Tehát azt leírni, hogy milyen módon, azt nem könnyű szavakba se önteni, de most ne induljunk el ezen a vonalon, maradjunk ott, hogy az ember fejében állításokként megfogalmazott valóságkép és a való dolgok közt megfelelő is kell, hogy legyen. És akkor nyugodhatunk meg mi is, meg mások is, hogyha ezt tudjuk igazolni valamilyen módon, hogy az állításaink, a bennem lévő kép és a valóság közt megfelelés van. Magyarul be kell tudnom bizonyítani. A tudomány az abból áll, hogy feltevéseket, állításokat igazol. Kétféle tudomány van, vannak a természetismeretek, ott természettudományos módszerekkel igazolnak, tehát kísérletileg igazolnak, verifikálnak, hogy az állításaik a valósággal összefüggésben igazak. Vannak más tudományok, történettudomány, jogtudomány, ott jogi kísérleti bizonyítási eljárás folyik, hogy igazoljuk, hogy a Mohácsi csata megtörtént. Ez a hitünk, vagy nem járt ott senki a Mohácsi csatába, ugye? Hát hiszik, hogy megtörtént a Mohácsi csata? És tudják, hogy megtörtént? Tudják, vagy hiszik? Hiszik? És ki én tudom. Hogy tudják, honnan merem tudni? Mert vannak tárgyi bizonyítékok. Kanizsai Dorottya személyesen ment oda temetni, és a többi. Igaz, hogy sok katona hiányzik, tehát vannak ilyen kétségbe ejtő körülmények, de mégis sok bizonyíték van. Igazolni tudom, hogy az az állításom, hogy a Mohácsi csata volt, van egy rakás bizonyítékom, és ez a hitem, ez a feltevésem tudássá, erős meggyőződésé erősödik, de mégis a hittel kezdődött. Fel kellett tételeznem, először, hogy ez van, aztán bevonódtam azáltal, hogy elkezdtem menni abba az irányba, és megtaláltam a bizonyítékaimat.
Így kezdődik a bölcsesség. Bevonódok Isten ismeretébe azáltal, hogy feltételezem az ő létét. Az ő az itt most az az Isten, ugye, akit Salamon bevezet, vagy bemutat. De ha most Jézus szavaira térnénk, ugye, amikor ő azt fogalmazza meg, hogy meg fogjátok tudni, hogy az én beszédeim igazak, hogyha magatok is kipróbáljátok, ugye, akkor meglátjátok, hogy igazat fogok mondani, vagy igazat beszélek. Na most ennek a bölcsességnek azt mondja, a kezdete ez a hit. Na most itt még mindig nem állnánk meg. Mert akkor mi a bölcsesség? Tehát ha ezzel kezdődik, hogy valamilyen módon ugye a realitást, a valóságot, és az Istent, aki a valóságban van, és ott cselekszik, és létezik, és valamilyen, most még nem tudjuk, hogy milyen, lehet rossz, lehet jó, akármilyen. De ennek a megismerésével eljuthatunk a bölcsességre. Na most ez a bölcsesség, ez nem csak ismeretek tárháza, elméleti ismeretek. Nagyon fontos az ismeret, de nem állunk meg itt, mert ennek az ismeretnek a célja a jó, a helyes, a hasznos cselekmény véghez vitele. Tehát tudatosan tudjunk jót cselekedni. A jó alatt később megmagyarázza, mi az, hogy jó is, ugye, ami összhangban van ezekkel az elvekkel, amiket megismerünk Mózes könyvében. És most, ha ebben a rendszeren belül gondolkozunk, amit a Szentírás vagy az írások tárnak elénk. Jó az, ami összhangban van a törvénnyel, ezekkel a mondásokkal. Ha ezt ismerjük, és ezzel összhangban cselekszünk, akkor a gyakorlatban eljutunk ahhoz, hogy mások is, meg talán bizonyos szinten mi is magunkat ezáltal bölcsnek ismerjük meg. Vagy ha másképp cselekszünk, akkor megismerjük más módon magunkat, másnak ismerjük el. Hogy hívják itt a szomszédban a templomot? Még elmondok egy személyes dolgot. Itt vagyok Baján, ilyenkor megszállnak az emlékek most. Hogy hívják? Barátok temploma. Elfelejtettem, nem emlékeztem, hogy ezek ferencesek most, vagy hogy is hívják, ezt tudom, nem a Barátok temploma. Amikor ide jártam középiskolába, kétségbejtő néhányszor, ugye kollégista voltam, elkerültem otthonról, ez lehetőséget adott sok mindenre. Hát ki is használtam ezeket, és akkor kerültem néhány szó, olyan kétségbe ejtő helyzetbe. Mindig jöttem ide Barátok templomába, titokba, hogy csak most kérem a kegyelmet. Na, hát nem mertem akkor, mert magunk közt nem nagyon volt téma így az Isten hit, de na, ezekre kellemesen emlékszem. Most így utólag, most, hogy így már vagyok, így legalább tudom, hogy még egy kicsit tart ez a kegyelem. Szóval az ember megismeri azt, hogy a cselekményeinek következménye van. És viszont ezeket a következményeket nem csak önmaga alakítja, hanem ezekben a következményekben Isten ugyanúgy jelen van, aki néha megengedi a nehéz következményeket is, pedagógiai célzattal mondjuk így, de ugyanúgy áldásokban, tehát a jó tetteknek is jó következménye van, és ezt bemutatja ebben a könyvben. Tehát a bölcsesség az egy gyakorlati tudomány. Azért mondhatjuk tudománynak, ugye, mert többször végig gondolt és átgondolt elvek és következmények és állítások az, amiket itt összegzünk.
Tudom, hogy ez nem tűnik egészen úgy a mai tudományosság szempontjából nézve, mint hogyha tényleg ez egy tudomány lenne, de akkor a tudomány is egészen másképpen nézett ki. Ma lehet, hogy nem tartanánk nagyon művelt embernek egy akkori halászt, mégis ugye proféta iskolákba járt, tehát megvoltak a képzési intézmények, ahol ők kultúrákat, ezt azt tanultak, elég széles körűen, és egy egész más oktatási rendszerben, egy egész más kultúrában mozogtak, és emiatt másképp is kellene mérnünk az egész rendszert. Ugye nem volt ez a technika meg minden, de ezt mind bele kell lássuk az ő életükbe. És ezek az elvek azért ma sem különböztek. Az ember mindig is ember volt akkor is. A helyzet, a státusz az változik. Itt királyoknak is több intelem szól, kereskedőknek több intelem szól, köztisztviselőknek más-más intelem szól, hogy több a társadalomnak egy elég széles köre megszólítotja ezeknek a bölcsmondásoknak, de általában az ember is megszólítotja ennek. Na hát amellett, hogy ugye ez egy gyakorlati könyv, azért ne felejtsük el, hogy akkor is sokszor az elméletről szól, ha nem vagyunk jók ismeretben, és nem vagyunk jó elvben, ugye, akkor a cselekedeteinknek a jósága is véletlenszerű lesz. Tehát ha tudatosan szeretnénk jót tenni, akkor nem baj, ha vannak ismereteink, széles körűek is. Most a bölcsesség maga azonban nem csak így jelenik meg, hogy mint az elméleti ismeretek és a gyakorlat, hanem úgy is, mint egy erény, ilyen értelemben is használjuk, tehát mint egy emberi jellemvonás, mint egy tulajdonság az embernek. Tehát eszes, bölcs, több kifejezés van ilyen értelemben, jelen a könyvben, és vele szemben is megkülönböztetve, vagy szembeállítva, ugye a balgatag, az ostoba, az együgyű és hasonló kifejezések, amik talán bántják a fülünket, de hát ezek is benne vannak ebben a könyvben. Nyilván nem erre ösztönözve ebbe az irányba, hanem éppen attól, hogy megóvjon ezektől a következményektől. A bölcsesség, mint következmény, mint áldás is jelen van, tehát egy olyan valami, amit úgy kapunk kívülről. Ezt is egyszerű megmagyarázni, senki se születik úgy, ugye, hogy bármit is tudna, mindent sajátítunk. Valakinek a vállán állunk, úgy kell kívülről magunkba szedni. Nem mindegy, hogy milyen tanítót választunk magunknak. Válasszunk olyan tanítót, erről is szól a könyv. És olyan személyeket, akik megfelelő távlati ismerettel rendelkeznek a valóságos dolgukról, az emberről, az ember legfőbb céljairól és ideájairól és a többi. Az élettel kapcsolatban. És ilyen értelemben a bölcsességben részesülünk. Részesülhetünk, tehát mint lehetőség van előttünk. Gyümölcseit szedhetjük. A bölcsesség, mint személy is jelen van a könyvben is, és később is hivatkoznak rá. Egy bölcs személy, akiről azt vehetjük észre, hogy egy olyan személy, aki isteni tulajdonságokkal bír, jelen van a teremtésnél. Tehát maga a bölcsességet azt Istenként mutatja be, maga a könyv is Istennel azonosítja. Ez egy nagyon fura ellentmondáshoz vezetett a könyven belül is, amit később ugye a kereszténység tudott feloldani Jézus Krisztus emberré válásával.
hogy nevezetesen az Isten elkövette ugye az ő személybe ezt a csoda dolgot, hogy az emberek közé jött maga az Isten, az ő személyében. Ennek megvan az oka, ugye a bűn miatt olyan helyzetbe kerültünk az emberiség, ugye, hogy egy megváltásra szorulunk. És ebből a helyzetből az emberiség önmaga nem tud kikeveredni. És maga az Isten, ugye ez a Biblia alapvető üzenete, ugye az Új Szövetség olvasat szerint, maga megoldja ezt a helyzetet, hogy úgy jön ide, és úgy váltja meg azokat, akik hát ebből a helyzetből valamilyen módon szeretnének kimenekedni, vagy kiutat találni, ahol a sok gonoszság, a halál, meg sorolhatnánk ezeket, tehát üdvösséget kínál általa. Mert valamilyen módon elkövettük ezt a bűnt, ami jelenti azt, hogy magunkra hoztunk mindenféle rosszat, de mégis Isten nem akarja, hogy ezekben a következményekben örökké benne maradjunk, és hogy ez elvigyen bennünket, és ezért így próbál általa egy új lehetőséget felkínálni nekünk, és az ő, ha őt megismerjük, ugye ez most a Jézusról szóló, vagy Jézussal kapcsolatos evangéliumi tartalom, ha őt megismerjük, akkor részesévé válhatunk ennek az ajándéknak is, ami több, mint csak a jelen világban elért sikerek, vagy egészséges élet, vagy minőségi élet, ugye, mert itt életvezetéssel kapcsolatban is látunk példát, mit tegyünk, mit ne együnk, beleszól mindenbe példabeszédek könyve, mit mondjunk, mit ne mondjunk. Ha úgy nézem, akkor eléggé egy zsarnok, ha úgy nézném. Ha nem úgy nézem, akkor pedig jó, mert minden területen, hát még akár oldalakat is mondaná, nem bántam volna, mit tudom én így utólag, most pláne nem, ha bizonyos területre nézve, jobban kifejti mondjuk ezt a derékasszony dolgot, hogy még könnyebb legyen ezzel helyre jönni, vagy bármit is mondhatnánk. Hát mert egy-egy fontos dolgot ugye elintéz egy-egy mondatban. Hát valakinek ez is kevés, valakinek ez kevés, valakinek sok, valakinek kevés. Szóval van ez a bölcsesség, amit nem csak egy ember, hanem túlmutat rajta. És ezt is észre kell vegyük, mert ilyen értelemben erről a szeméről is szó van, és ugye ebben az életben ez a személy is aktív, benne van a körülményekben, nem csak mi cselekszünk. Itt van egy szép kép, erről talán nem beszélnék sokat, ugye az igazságot, itt leleplezi, ez a két személy, az értelem, illetve a filozófia, tehát a felvilágosodás korában ezt így képzelték el, és ez egy jó dolog, hogy felfedjük a valóságot leírő dolgoknak a mikéntjét, és ezt helyesen fogalmazzuk meg, ez egy jó dolog, de nem kell azt azért ilyen erőszakos módon azt lerántani a leplet arról, feltárja ám az önmagát. Ugye szérül szerte kiállt a bölcsesség, van egy ilyen kifejezés példabeszédek könyvében. Itt van egy kálvini mondás, hogy ugye a hit, illetve a szeretet hangsúlyozása mellett, és a hit elsődlegessége és az ismeretek fontosságáról, hit nem tudatlanságon nyugszik, hanem ismereten, hiszen nem hiszünk el mindent, csak azt, amit megértünk, ugye az, ami Krisztuson keresztül történt, és a többi. Tehát ő most megpróbálja egy legfontosabb érvét elmondani az ismereteknek. Néhány idézet arról, hogy mit mond az Új Szövetség,
most nekem mennyi időm is van még? Igen, erről a bölcsességről, illetve egy utolsó felszólítás, jó. Arról, arra a buzdításra, hogy éppen ezért fontos a megismerés, fontos az értelemszerzés, a tapasztalatok szerzése, nem feltétlenül úgy, hogy mi magunk kell, hogy mindent megtapasztaljunk, hanem nyugodtan bízhatunk és állhatunk mások vállára is, csak keressük meg azokat a hiteles tanítóinkat, akik ebbe az elvi környezetbe benne mozognak, amivel azonosulni is tudunk, és az se baj, ha a valósággal ugye összhangban vannak, mert mindannyiunk ebben a világban kell jól éreznünk magunkat, ha ez a cél. Vagy ezt kell túlélnünk, ha ez a cél, ezt a világot. Vagy itt kell boldogságra segítenünk egymást, itt kell boldogulnunk. Nem minden látszik ebben a világban se. És ha becsukjuk a szemünket, akkor még annyira se látszik. Rá vagyunk támaszkodva egymásra, és ennek a segítségével könnyebben át tudunk lavírozni egyik helyről a másikra, vagy a sikereinket, a törekvéseinket előbb jutalmazza siker, vagy jó eredmény, megfelelő eredmény, ha tisztában vagyunk a játékszabályokkal már, amennyi rajtunk áll. És a többit rábízhatjuk egy olyan Istenre, aki még többet is tud tenni. És ha ezeket ugye kipróbáljuk, akkor megismerhetjük ezt. Na most még egy pár dolog, ugye, visszautalva arra, hogy az Új Szövetségben is kit látunk bölcsesség abszolútumának, vagy kit látnak ezek az apostolok. Itt van egy Jelenések könyve idézet. Ezt azért hoztam, ugye, mert hát ebben a világképben, amit Jelenések könyve is elénk fest, van egy központja az univerzumnak, van egy, hát mit mondjak, egy kormányzója, meg egy kormányzata. Ez nem Moszkva, nem Brüsszel, nem Washington, meg ilyen, hanem egy másik központ. Leírja a Jelenések könyve nagyon szépen, hogy néznek ki, ugye. Van egy trón, 4 élőlény, különleges élőlény, akik imádnak, ugye leborulnak, vének, 24 vén a 4 élőlényen túl, tehát van egy rend, és ebben a jelenetben is ugye imádják az Istent. Megfogalmazzák azt, amit ők megéltek és megláttak az Isten, ezzel az Istennel kapcsolatban, aki ott ül, és azt mondják, hogy ugye ővé a dicsőség, a hálaadás, a tisztesség, hogy hatalmas és erős, ők ezt látják, és azt mondják, hogy ővé a bölcsesség is. Tehát ezt az isteni tulajdonságát, hogy hogyan tudja maradéktalanul érvényre jutni az akaratát úgy, hogy azzal tulajdonképpen jók is és rosszak is el tudják azt fogadni. Nem érzik számukra sértőnek. Ez egy titok. De ezt fogalmazzák meg ők ott a mennyben. Lukácsban Jézus szavait is azt mondja, hogy Jézus idézi, hogy mit mond Isten bölcsessége is. Érdekes módon ugye úgy hivatkozik ezekre az írásokra, hogy most jelen esetben pont Ézsaiásra hivatkozik, de úgy hivatkozik rá, hogy mintha Isten maga mondta volna azokat a szavakat akkor, és ott az Isten bölcsessége mondta. Küldök hozzájuk, most mindegy is a többi. De így hivatkozik rá. Vagy Pál, ugye, aki azt mondja, hogy ama titok
megvalósulásának a rendje, amely el van rejtve öröktől fogva Istenben, a mindennek teremtőjében, hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fegyelemség és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ugye mondja azt a saját maga üzenetével kapcsolatban, hogy most készül feltárni ezt a bölcsességet mindenki előtt. Nevezetesen, hogy mit gondolt el az Isten még azelőtt, hogy mi ezt egyáltalán meg tudtuk volna fogalmazni, már hogy az emberi nyelven. Mert hogy ott kezdődnek a dolgok, ugye ha a megismerési folyamat ott kezdődik, hogyha meglátok valamit, vagy megértek valamit, hogy tudok fogalmat alkotni róla. És ez az utolsó mondat, most már látom, hogy itt a határ. A Mózes első könyvét olvassák, a harmadik fejezet, aztán 19. vers magasságában, ott van egy érdekes jelenet. Az ember megteremtése után az embert, nevezzük most Ádámnak, csak Ádám van, ő volt először megteremtve, a könyv szerint, és ott megfogalmazza a Szentírás, hogy mi történik először Isten és az ember közt. Erre emlékeznek? Lehellet után létrejön Ádám, na most Ádám már most már itt van, és akkor mi a következő? Mi történik először kettejük közt? Lehet tippelni, nincs egyes, meg ötös sincs. Tehát ötös adok, hogyha... De, na, igen? Na, mi az első? Kiviszi? Kiveszi a boldogát. Az már utána van. De miért is veszi ki? Nem veszi ki. Nem veszi ki? Nem jó az embernek egyedül. Igen. Erre szoktak tippelni, pedig nem ez. Ez a következménye egy dolognak. Rábízza az Isten, igen, ezt mondja neki, és aztán mit kezd el csinálni az ember? Nem. És miért is ad egy nevet? Van ott egy indoklás, hogy miért ad nevet, és miért kezdi azzal? Azt hittem, jelentkezés van. Mert uralja. Az van ott, hogy Isten lássa, hogy az ember minek nevezi azokat az állatokat. Ez is a bölcsességgel kapcsolatban. A megismeréssel. Tehát Ádám ugye felébred, meglátja az Istent, képet alkot róla, majd aztán az Isten terem mindenféle mezei vállalatot, amit az ember elnevez, és az Isten látni akarja, hogy az ember minek nevezi azokat. Tehát megfogalmazza az ember az igazságot, a lényeget az állatról. És az Isten pedig érdekli, hogy mit is mond. És miután ez történik, és látja a dolgokat, hogy itt, hát neki nincs társa ellentétben a dolgokra. Utána kezdődik az a másik. De ez már a második szcenárió. Először ez van, hogy megfogalmazza ezt a képet a dolgokról, amit ő körülveszi. Hát az Isten vezesse mindannyiukat a megismerésben és a tanulmányozásban. Köszönöm szépen a figyelmet!